Az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium diákjainak, kismamáknak és a szülészeti osztály dolgozóinak közös műsora nyitotta meg a Születés Hete programot a József András Oktató Kórház udvarán. A megnyitó után csoportos látogatás keretein belül tekinthették meg az épületet a leendő kismamák, a felállított standoknál pedig szakemberek válaszoltak minden felmerülő kérdésükre. Én úgy gondolom, hogy egy évben egyszer ki kell nyitni a szülészetet, meg kell mutatni azt, hogy mit csinálunk. Lehet, hogy jobban meg fogják érteni szülőnőink, várandósaink azt, hogy mikor, milyen ellátást kapnak, miért van szükség esetleg egy gépre, miért van szükség esetleg egy befekvésre, és így ők is jobban tudják majd ezt elfogadni, illetve nem egy váratlan helyre fognak kerülni, hanem egy olyan ismert, számukra egy ismerős területre, amiről tudják, hogy csak értük van. A kórház ágyszáma 90 darab, amely a szülészeti, nőgyógyászati és terhespatológiai ágyakat jelenti. Az ország legnagyobb szülészeti intézményében jelenleg közel 200 fő dolgozik, közülük több mint 30 orvos. Egy csodálatos csapat van, az országban a legmagasabban képzett szülésznők dolgoznak itt, szinte kizárólag a szülőszobán főiskolai diplomás kollega dolgozik, meg több diplomás kollega, és nagyon-nagyon próbálnak megfelelni, hogy minél boldogabb esemény legyen, és nem csak attól, hogy egészséges baba születik, hanem mint élmény is egy igazi, életre szóló, boldog élmény legyen a babák születése. Tavaly 3657 gyermek született a József András Oktató Kórházban, és ez a szám évről évre nő. Ezért is fontos, hogy családbarát szülőszobákat alakítsanak ki. Ez a program idén valósul meg, és része annak a folyamatnak, amelyet évtizedekkel ezelőtt elkezdtek, vagyis hogy kinyitják a szülőszobák ajtaját a családtagok előtt is. Szeretnénk minél otthonosabbá tenni a szülőszobát, de, és itt van egy de, ezt mindig meg szoktam állni, a lehető legnagyobb szakmai, szigorú elvek betartása mellett. Tehát ha bármi szakmai probléma van, akkor ott kinyitom az ajtót, és ott a legmagasabb szintű high-tech gépekkel és műszerekkel és szaktudással rendelkező személyzet, aki el tudja hárítani a problémát. Tehát ezt a kettőt kell valamilyen módon összehangolni. A kórházi körülmények javításán túl a város önkormányzata számos intézkedéssel segíti a gyermekvállalást és felnevelést. 2015-től bevezettük a kelengye támogatást, minden születendő gyermek szociális alapon, illetve a szülők kap 15 000 forintot. A bölcsődéket, óvodákat felújítjuk, ez folyik, azt tervezzük, hogy jövő év végéig az összes, mind a 34 óvoda, ugye a 35. az itt épül, szeptemberben nyílik, azt nem kell még felújítani, és a 9 önkormányzati bölcsőde is teljes felújításon essen át. Időarányosan jól állunk. Nem vezettük be a gondozási díjat a bölcsődékbe, ez önmagában több mint 20 millió forintos pénzügyi tehervállalás az önkormányzat részéről. A Születés Hetét harmadik alkalommal rendezte meg a József András Oktató Kórház.